Ez a közösség, hát egy kis közösségről van szó, de nagyon-nagyon szereti szurkál. Tehát a tagjai szeretnek szurkálódni, megkötekedni egymással, ezt ugye a bőrömön is érzem. És talán azzal, hogy egy-egy embert a, hát az ő tulajdonságait látjuk, vagy azt, hogy ő maga milyen ember, lehet, hogy könnyebben elfogadjuk, vagy bebizonyosodik az, hogy igen, sokszínűek vagyunk, és ezzel nincs gond, hogy másképp gondolkozunk, másképp élekedünk dolgokról. Műsorunkban heti rendszerességgel láthatnak tudósításokat, riportokat, híreket Aradról. Ezek szerkesztője Pálfi Kinga, aki néhány hete a Marosparti város egy másik színfoltját is megmutatja. Csütörtökönként saját csatornán jelentkezik a Láda című beszélgetős műsora. A riporter Pálfi Kinga, operatőre László Ferenc, vágója pedig Szentes Mónika. Nézzük meg együtt, mi van a ládában. Melyik szerinted egy férfi legfontosabb tulajdonságai? Vagy ha nem akarod, hogy legfontosabb legyen, akkor csak a tulajdonságai. Hát számomra, hogy biztonságot adó legyen, ez legyen akár anyagi, akár fizikai, de hogy úgy meglegyen egy, adjon egy ilyen feelinget számomra, és hogy meg tudjon nevetetni, ez feltétlenül, ezek nekem fontosak. És egy nő esetében mit tartasz fontosnak? Hogy engedjen a nőiességének, tehát hogy engedjen meg magának azt, hogy gyenge legyen például. Gyenge, hát ez így macskakörömbe igazából, mert hogy a mai világban annyira próbálnak férfiasodni a nők, hogy helytálljanak mindenben, mert hogy ezt követeli meg a társadalom, de hogy, és sokszor elfelejtenek igazán nőiesek maradni, gyengédek és befogadóak. És ezt én is érzem sokszor magamon, tehát hogy ezt én is gyakorlom, hogy jobban odafigyeljek erre, de hogy ez nagyon jó lenne, hogyha minden nő odafigyelne egy kicsit erre a dologra. Az imént egy részletet láthattunk a Láda című műsorból. Varga Bea kézművessel beszélgettél. Honnan jött a műsor ötlete? Hát ez úgy kezdődött, hogy nemrég László Ferenc egykori kollégám mondta, vagy javasolta, hogy hát neki itt áll a stúdiója igazából kihasználatlanul, többnyire kihasználatlanul a járvány óta, és hogy mi lenne, ha valamilyen akár élő adást indítanánk innen. Az ő ötlete az volt, hogy élő bejelentkezés legyen, közérdekű témába, közéleti témákból, viszont én ezt nagyon nem díjaztam, tehát azt, hogy beszélgetni, meg adást készíteni az úgy rendben volt, közéleti témákat sem nagyon szerettem volna, mert azt a munkám során elég, tehát a munkám során ezekből elég, hogy mindig arról beszélgetünk csak, hogy akár a diáklétszám, akár a magyarság megmaradása, akár október 6-a, vagy egyéb ilyen témák, és ezért javasoltam, hogy legyen valami könnyedebb, baráti beszélgetés, vagy akár egy ilyen üde műsor, ami inkább kikapcsolódás célból szülessen meg, vagy hát kikapcsolódás, kellemes élményt kínáljon a nézőknek. Tehát akkor jóformán ez egy hobbi műsor, és akkor nincs, nem megrendelések készítitek, vagy nem azért, mert van egy támogató a hátatok mögött? Nem, nincs támogató. Igazából a támogató, hát hogy úgy mondjam, a László Ferinek a stúdiója, mert hát az ő felszerelése, az ő eszközei, az ő dolgai. Ez egy kicsit olyan, hogy hát az övé a hardware, az enyém a software mondjuk, mert én jöttem az ötletekkel, meg a beszélgetésekkel, meg a kapcsolatokkal, és ő ehhez biztosít egy helyszínt, illetve felszereléseket, a vágást is ő végzi aztán. Úgyhogy ez, igen, ez egy kicsit öncélű műsor, mondjuk úgy. Hobby projekt, ezért, maradjunk abban. Hobby akkor. Projekt, igen, igen. Világjárvány alatt sokan elővették a régi hobbiukat, vagy álmaikat. Nálad is egy kicsit ez történt, amikor jöttél ezzel az ötlettel, hogy használjátok ki a stúdiót, és hogy csináljátok valami műsort? Igen, ez történt. Többek között a ládák is, azok tavaly húsvétra készültek ilyen húsvéti dekorációnak, de hát ugye bejött a pandémia, és nem lett belőle semmi. És itt álltak a ládák kihasználatlanul, és tényleg sok munkát fektettünk bele, mire lefestettük, mire stb.
És akkor úgy lassan kialakult az ötlet, hogy kellene, jó volna, ugye munkám is, ugye én mint fotós, filmes, elég események nincsenek, semmi nem történik, kevés munka volt az utóbbi időben, és akkor gondoltam, hogy valamit kezdjünk magunkal, és készítsünk egy ilyen adást. Tulajdonképpen mennyire beszélitek meg a meghívottak listáját, vagy a kérdéseket? Mennyire van ebbe beleszólásod? Elejétől kezdve megbeszéltük mindent. Tehát közösen ötletelünk, próbáljunk újítani, változni is fog a láda, tehát nem mindig lesz ez a sablon. Most leforgattunk egy pár adást előre, de most már az leforgatott adásokból tanultunk, és kisebb-nagyobb változások lesznek a közeljövőben. Egy-egy műsor 15-20 perces beszélgetésekből áll. Kiket hívtok meg egy-egy ilyen beszélgetésre? Úgy próbálunk válogatni az aradiak közül, tehát elsősorban aradi magyarok, illetve Aradon élő magyarok, mert hát olyan meghívottunk is volt, aki nem aradi, de több éve itt él Aradon. Tehát olyanok, akik az aradi magyar közösségnek a tagjai, viszont nem a leghíresebb, legismertebb tagjai, hanem akár olyanok, akik lehet, hogy nem is vesznek részt különböző rendezvényeken vagy programokon, de itt élnek, magyarul tanultak, magyarul beszélnek, magyarnak érzik magukat, és vállalkoznak arra, hogy beüljenek a ládába, és ezekre a kérdésekre válaszoljanak. Mert ez nekik meglepetés, hogy milyen kérdésekre válaszolnak, mert azért ugye egy strukturált interjú, de nem mindig ugyanaz. Azért én úgy gondolom, hogy kell egyfajta merészség a beszélgetőtársak, az interjú alanyok részéről is, hogy vállalják, hogy önmagukról beszélnek, és nem az időjárásról, vagy valamilyen más témáról. Kedves Flávi, mit rejt a te ládád? Mit hoztál nekünk? Érdekeset. Hát én egy ilyen foci albumot hoztam, kisveszem akkor, amit úgymond gyerekkorom óta kezdtem el készíteni. Nem tudom, hogyha mond-e neked valamit az, hogy Panini. Nem. Mert ez. Tehát ez egy olaszországi cég, amelyik ilyen mindenféle sporteseményekről, meg mindenféle dolgokról készít ilyen matricákat, és akkor azokat ilyen albumba lehet gyűjteni. Tehát egyfajta ilyen, olyan, mint a bélyeg gyűjtés, ez a matrica gyűjtés, csak ez mondjuk focista matricákkal van. Na, ezt én annak idején, mikor elkezdtem gyűjteni, mikor a komcsi időben ugyebár nem lehetett ezt a Panini albumot beszerezni, és ezért egy külön albumba kezdtem őket gyűjteni. És te készítettél egy albumot? Végül is én készítettem úgymond egy ilyen Panini albumot, ami az én albumom volt, és akkor ebbe elkezdtem gyűjteni, mivel na, a lehetőségeim korlátozottak voltak, csak ilyen pár csapatot tudtam így kigyűjteni, mondjuk egy adott eseményről, ebbe az időben, 86-ból, mondjuk a 86-os VB-ről. Hány éven át vezetted ezt az albumot? Hát mondhatni azt, hogy szinte napjainkig, de mondjuk ez erős túlzás lenne. De jó sokáig, tehát ebbe az egy albumban benne van 94-ig, tehát VB-k, EB-k története úgymond képekben. Kissé szokatlanok esetleg ezek a kötött elemek a műsorban, hogy mindig, amikor megjön a meghívott, akkor hoz egy-egy ilyen emléktárgyat, az bemutatja, kap egy kérdés az ezelőtti meghívótól. Honnan jött ennek az ötlete? Miért döntöttetek emellett? Hát ez így a barátaimmal való beszélgetésekből jöttek ezek az ötletek igazából. Amikor Feri megmutatta ezt a díszletet, a sok színes ládát, akkor az első ötletem az volt, hogy ezt a sokszínűséget valahogy ki kéne használni, hogy mutassuk meg azt, hogy itt vagyunk, sokfélék vagyunk, mindenki másmilyen, igazából mindenkihez egy másfajta láda illik. Amikor így ez így felmerült bennem, akkor jött az, hogy de hogy ez a láda dolog felfogható úgy is, hogy mindenkinek a maga személyisége, a maga élményei, tapasztalatai az benne van az ő ládájába, és hogy ebbe hogy tudnánk úgy betekinteni, hogy anélkül, hogy elmenjünk az ő otthonába, és ott filmezzünk, de mégis egy kicsit valamit hozzunk el az ő személyes, intimebb teréből. Ezért jött az ötlet, hogy akkor hozzon magával a meghívott egy bizonyos tárgyat, vagy ami számára kedves, vagy ami úgy érzi, hogy őt jelképezi, vagy bemutathatja.
A kérdés sorozat az, hogy egymásnak hagynak kérdést a meghívottak, hát az onnan, hogy a láda, gondolkoztam, hogy milyen ládák vannak a világon, és hát ugye postaláda az úgy nagyon egyszerűen hangzik, és az még van, és akkor legyen egy ilyen, hogy ne csak én kérdezzek, hanem kérdezzem más is a meghívottól. Hogyha téged esetleg meghívnának egy hasonló műsorba, te milyen emléktárgyat vinnél magaddal? Mi az, ami úgy gondolod, hogy téged nagyon jellemezne? Hú, hát van egy kedvenc fényképem, ami otthon kint van a falon, és nekem nagyon sokat jelent igazából arról a periódusról, amikor a kislányomat vártam, amikor várandós voltam, és van egy, tehát készült előtte a várandóság ideje alatt egy kép, illetve utána vele együtt, úgyhogy azt hiszem, hogy ez az a tárgy, ami azért fontos nekem, mert hogy meghatározó pillanat volt az életemben az, hogy anya lettem. És apropó, ha már így róla beszélünk, akkor áruljuk azt is, hogy több tévének dolgozol tudósítóként. Hogy látod ez a láda, ez viszont segít téged valami, hogy kinyílni, vagy egy újabb perspektívát megmutatni, mert a többi tévéhez azért kell alkalmazkodjál, ez a műsor, ez viszont te lehetsz önmagad, lehetsz, vagy lehetsz önmagad? Hát azért nem tudok elszakadni önmagamtól ezekben a beszélgetésekben, az biztos. Nem tudok teljesen objektív lenni, bár sokszor törekszem, de ez a mostani beszélgetések során is azért úgy látszódott, hogy mikor egy barátnőmmel beszélgetek, akkor valószínű én is teljesen lazább vagyok, és őszintébb és más típusú. Nagy fokú szabadságot biztosít, az biztos, viszont nagyon sokszor felmerül az a kérdés, hogy bennem, hogy mi az, amit szabad, mi az, amit nem szabad, mi az, amit még lehet kérdezni, vagy nem lehet kérdezni, vagy tehát, hogy így azért úgy a saját határaimat is feszegettem egy kicsit, hogy igazán, meddig lehet, meddig nem lehet, gyengédek is befogadva. Hol van ez a határ, és nekem az nagyon-nagyon jó, mondom, hogy gyakorlom, hogy jobban odafigyelj. Hát, hogy nincs meg ez a, oda nyomom a mikrofont, és kérdezek, és válaszol az alany, mint ahogy a hétköznapi tudósításokban legtöbbször, hanem itt azért van alkalom arra, hogy az embert lássuk egy kicsit, és az emberrel beszélgessek. Nem... Tehát azért ezekkel az emberekkel, akiket eddig meghívtam, többségükkel már készült mondjuk interjú, de bizonyos témák kapcsán. De mondjuk azt soha nem kérdeztem meg, nem tudom, például Kranovszki Nagy Andreától, hogy melyik a kedvenc étele, mert erről soha nem beszélgethettünk, viszont arról, hogy hány gyerek jár a bentlakásba, vagy hogy nem tudom, milyen vállalkozók vannak Aradon, és ők milyen gondokkal küzdködnek, na erről aztán már beszélgettünk többször. Úgyhogy ilyen szempontból nekem is egy újdonság. Még visszatérve a kisebb tárgyakhoz, amit hoznak a meghívottak, nekem az nagyon tetszik, ahogy egy banális, vagy kívülálló számára banális tárgyból milyen jó kis történetek kerekednek, vagy milyen sok mindent elárul egy személyiségről, és nekem nagyon tetszett Molnár Misivel a beszélgetés, aki zoknit hozott be megmutatni neked, és hogy szeretném, hogy ebből is megnéznénk ebből a beszélgetésből egy kis részletet. Miért választottad különben ezt a részletet is, Molnár Misivel az interjút? Nekem nagyon-nagyon tetszett, ahogy ő a nagymamájáról beszélt. Én is nagyon kötődtem a nagymamámhoz, sajnos ő sem él már, és valahogy akkor, amikor itt Misi felelevenítette a nagymamája emlékét, és azt, hogy mi mindent tanult tőle, az úgy nekem is egy kicsit visszahozta ezeket a régi emlékeket, hogy mi mindent tanultam én a nagymamámtól. Én hoztam el egy gyerekkori emléket, mert engem úgymond nagy részben a nagymamám nevelt apám részéről, és neki volt egy nagy hobbija, ami arról szólt, hogy ilyesmiket kötöd. Ezek zoknik. És ugye ilyeneket már nem tudsz találni, és én mivel nagyon sokat költöztem az életemben, nekem nagyon kevés emlékeim vannak, és köztük ezek valahogy mindig megmaradtak. Nagymamám az 5 éve halt meg, az nekem nagyon fájt, és véletlenül megtaláltam. És akkor azóta ez nekem... Ez mindenhova jön. Szóval, hogyha az van, hogy innen el kéne menjek, akkor ez jön. Ez az egy dolog, ami jön. A többi az nem érdekel, de ennek jönni kell. Többet van is hoztam. Több pár, igen. Mikor szoktad használni őket? Nem használom őket. Aha. Melyik a legkedvesebb emléked a nagymamáddal? Hú, hát
sok van, mivel hogy ő nevelt, rengeteg van, de szerintem inkább az, hogy mindig is ő próbálta a családot összetartani. És ez, ahogy ő ugye meghalt, ez szét is ment, és mindig igaza volt. Neki köszönhetem a magyar neveltetésemet, mert ugye a román iskolába jártam, neki köszönhetem a hitvallásom, hogy hurcolt magával mindig templomba, a református templomba. Nagyon úgy, nagyjából a kivé lettem, azt nagy részben neki köszönhetem. Kingától is megkérdeztem, hogy milyen tárgyat vinne, hogyha őt meghívnák a ládába, te mit vinnél el? Mi az, ami téged jelképez? Gondoltam, hogy meg fogod kérdezni, fogalmam sincs. De muszáj, mert a meghívótatok is kell vigyen egy tárgyat. Hát ezt úgy volna érdemes, hogyha ha megmutatnám. Ha egy dolgot vinnék magammal, az nagy tatámnak egy ceruzája, amivel mindent kiszámolt és írt és számolt, ilyen ezermester volt nagy tatám, és egész ilyen picikére használta, még 3 centis nem volt a ceruza, addig használt egy ceruzát, és hát miután eltávozott közülünk, ez valahogy egy olyan kedves emlék maradt, és így rá van ragasztva egy képkeretre, amiben ő van, talán azt a kis ceruzát vinném magammal. Az előbb említetted, hogy lesznek változások ebben a műsorban, és éppen kiszámoltam, hogy 24 ládátok van. Ez nem lehetetlen, de azért elég nehéz kivinni terepre. Gondoltatok arra, hogy esetleg nyáron, amikor már úgy szebb az idő, akkor akárki menjetek és kint forgassatok ládát? Igen, nem is éppen mind a 24 ládával, de mondjuk 3-mal. Igen, tervben van, hogy lesznek kiszállásaink. Hát elsősorban a magyar lakta településekre már van ötlet, hogy kik lesznek a meghívottak. Oda természetesen nem visszük az egész láda kollekciót. Egy-két ládát, hogy azért legyen a ládába valamit, tudják beletenni, hogy ők mit hoztak otthonról, esetleg ládákra ülünk, tehát az a 3-4 láda belefér az autóba, hogy kiszállítsuk is. Ez a műsor különben mennyire szól az aradiaknak, mennyire szól esetleg az Aradon kívülieknek, mennyire fogja esetleg egy csíkszeredai árnyalni az Aradról alkotott képet, hogy ne csak az legyen, hogy van egy szabadságszobor, és esetleg volt egy aradi 13 vértanú. Elsősorban azt hiszem az aradiaknak szól, vagyis én azt szeretném, hogy egy kicsit jobban megismerjük egymást, és talán jobban elfogadjuk egymást, mert ez a közösség, hát egy kis közösségről van szó, de nagyon-nagyon szereti szurkál. Tehát a tagjai szeretnek szurkálódni, meg kötekedni egymással, ezt ugye a bőrömön is érzem. És talán azzal, hogy egy-egy embert, hát az ő tulajdonságait látjuk, vagy azt, hogy ő maga milyen ember, lehet, hogy könnyebben elfogadjuk, vagy bebizonyosodik az, hogy igen, sokszínűek vagyunk, és ezzel nincs gond, hogy másképp gondolkozunk, másképp élekedünk dolgokról. Azt, hogy egy csíkszeredainak ez mit jelenthet, neki nem hiszem, hogy túl sokat, viszont sokat jelenthet olyan aradiaknak, akik elköltöztek Aradról, akik kivándoroltak, és volt is ilyen visszajelzés, hogy mennyire jól esik aradi arcokat látni, úgyhogy szerintem nekik ez mindenféleképpen egy jó kapcsolat a szülővárosukkal. A karantén időszakban nagyon sokan kezdtek el kenyeret sütni, valahogy ez a kovász mindenkinél ott volt. Neked is most jött ez a kovász iránti szeretet, vagy őrület? Igen. Igen, igen. Kenyeret is ütöttem már jó pár éve otthon, de nem kovászból. És akkor most, hogy nem lehetett kapni élesztőt, mert mindenki felvásárolta, nem tudom miért, mert nem volt szükség rá. Kaptam egy ismerősödőn, kaptam egy kis kovászt, és elkezdtem a kovásszal kenyeret sütni. Mivel nem volt fotó-videózás tavaly, valamivel meg kellett élni, és akkor kezdtem csinálni ilyen barbecue-t otthon. És emellé én csináltam a kenyeret, mert kerestem a városban olyan kenyeret, ami jó, és hogy adjam a hús mellé a haveroknak, de nem nagyon találtam. És akkor kezdtem én csinálni a kenyeret mellé, és mindenki mondta, hogy nagyon finom vagyok, hús, meg na, ez meg az, de a kenyer az még jobb. És akkor úgy gondoltam, hogy kezdetnek ez egy jó indulás, hogy meg kevesebb volt egy befektetés, mint egy barbecue. És elkezdtem a kenyeret sütni, és most ezt csinálom, sütöm a kenyeret. Milyen pluszt ad ez neked a fotózáshoz képest? Teljesen más terület azért.
Hát, alkotás, ez is, az is. Ugye, hogy a fotózás után egy cégnek leadod a bemutató filmet, vagy egy mennyasszonynak odaadod a filmet az esküvőről, és látod rajta, hogy tetszik neki, örül neki, pont az az élvezet megvan a kenyérsütésnél is, amikor látod a kenyeret a kliensnek, vagy jön másodszor, harmadszor, és mondja, hogy milyen finom, és hogy látod, hogy visszajön is. Látod rajta plusz kilókat. Nem csak ezt az örömet megadja, hogy szeretik azt, amit csinálsz. Ez a legfontosabb szerintem, hogy olyasmit csinálja, amit szeretnek mások is. Jelenleg a Láda című műsor Facebookon és YouTube-on nézhető.